És sajnos egy szomorú hír is kapcsolódik a választáshoz. Halálra gázolták Váradi Andrást, Alcsutdoboz polgármester jelöltjét. Az Együtt PM támogatásával induló férfi épp plakátragasztásból tartott hazafelé, amikor a baleset történt. Váradi András, az egykori juhász arról lett ismert, hogy többször is összetűzésbe került a szomszédos Felcsút polgármesterével, Mészáros Lőrinccel. Fekete szalagot tűztek Váradi András plakátjára, rá ma már nem szavazhattak az Alcsutdoboziak. A juhászból lett polgármester jelölt tegnap még kampányolt, plakátragasztásból tartott hazafelé a tanyájára. Az Alcsutdobozi golfklub mellett járt, amikor lecsúszott a kocsijáról a létra. Kiszállt, hogy visszategye, ekkor ütötte el a szemből jövő autó. Egy osztrák rendszámú Mercedes típusú személygépkocsi, amit egy 84-es osztrák magyar kettős állampolgár vezetett, elgázolt egy úttesten tartózkodó 50 éves Alcsutdobozi lakost. Az áldozatot a mentőszolgálat kórházba szállította, ahol az ápolás ellenére életét vesztette. Gyere kicsi! Megmaradt birkáit mutatta a házon kívül stábjának Váradi András augusztusban. A 360 darabos nyájból 15 birka és pár kecske maradt, mert a gazda elveszítette annak a földnek a bérleti jogát, ahol korábban legeltette a nyáját. A terület ma már Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik. A szomszédos Felcsút polgármestere családtagjaival és cégével 1000 hektárnál is több állami föld bérleti jogát nyerte el a környéken 20 évre. Váradi András emiatt döntött úgy, hogy indul a polgármester választáson. Nem tudom elfogadni, elviselni azt a hatalmi vágyat, azt az elnyomást, amit már túluralkodott. Tehát itt egy valós kis királysággal állunk szembe. Ezt nem engedhetem meg. Váradi András letarolt földje pár nappal azután, hogy bejelentette, indul a polgármesteri székért. Az Együtt PM támogatásával induló egykori juhász nagy reményekkel szállt be a kampányba. Ettől már rosszabb nem lehet a helyzetem, de én nagyon optimista vagyok, és hiszem azt, hogy igen, szeretnek azért Alcsutdobozon is, és ismernek jól, úgyhogy jelent ez annyit, hogy igen, van esélyem. A szombati tragikus baleset híre mindenkit megdöbbentett. András a legjobb barátom volt, akivel együtt kezdtem ezt a kampányidőszakot, és hát mi már 5 éve barátságban vagyunk Andrással, és úgy éreztem, hogy a legjobb barátomat vesztettem most el. Az Együtt PM szövetség honlapján azt írja, egy hétköznapi hőst veszítettek el, aki egyedül is szembeszállt a hatalommal. Váradi Andrást a választási szövetség saját halottjának tekinti.